Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Bicelédő. A legjobban fog indulni ez a kis vlog, mert éppen benn van egy vonat. És még mindjárt látjátok, ahogy kimegy. Addig szépen bemutatom a környéket. Na látjátok, egy BZ volt, egy pótkocsival és még egy motorkocsival. És közben itt vagyunk Bicelédő állomáson, mindjárt itt nézünk. Ez szerintem egy régi őrház lehetett. Egyébként még mindig Bicelén vagyunk, és még mindig a 128-as Békéscsaba vagy Gyulas Arkad köt egy MVZ-t vasútvonalon. És látjátok a tolatási határjelzést. És arrafele pedig van fényes, ott megy el a BZ, amit az előbb láttunk. Jó messze. Szerintem nagyjából most fog megállni fényesen. Aha, és már ott is van. És akkor látjátok, hogy... És mint látjátok, ez egy egyszerű kis állomás, egy kétvágány igazából forgalmi kitérőként funkcionál, igazából hadikitérő volt. Csak az első világháborúban építették, mikor a megnövekedett hadi szállítvány miatt kevés volt ez a Békés vagy Gyula állomás köz. És ide csináltak egy hosszú kitérőt. Azért ilyen hosszú a kitérővágány, hogy a katonavonatok beférjenek. És egyébként itt van maga a peron. Ez az egy van egyébként, meg ott beljebb egy kisebb, egy szóló BZ-nek elég. És ott van az állomás épület, de itt, és itt első van szolgálat is, majd a forgalmistát azért megkérdezem, hogy nem zavarja, ha videózok, de hát nyilván akkor majd úgy videózok, hogy ne legyen benne. És ez a kis trafóház, valami az a múltkor még nem volt itt. Ezt mindjárt meg is kérdezem, hogy ez micsoda. De akkor egyenlőre még lejelentkezünk a forgalmi irodába. Szolgálati macska. Meg még várótelem is van. És még nyitva is van? Még nyitva is van a várótelem, itt régebben még pénztár is lehetett. Aha, és itt van egy... 4 kilométer és 20... Ja, persze nyilván vonatmentes időbe zárva van, de nem hiszem, hogy sokan várnának a várótelembe. Hát itt sem nagyon járt senki. Ja, akkor a forgalmi nem is itt van, hanem a másik oldalt. Na, mindegy, megnézzük. Megmond az utcafrontját is, hát macska, az van bőven. Azt is megtudtam, hogy ez már a Modern Bizbárnak az egyik része lesz. Tehát itt már készülnek arra, hogy majd elektromos állítású váltó, meg a szolgálat megszűnik, tehát személyzet nélkül lesz az állomás. És ez nyilván akkor lesz majd, amikor kihúzzák a felső vezetéket. Ez most jelen állás szerint legalábbis ez még tavaly új volt, 2020, de ez valószínűleg tolódni fog. És egyébként látjátok, itt van a térővágány, és akkor ott a másik peron, az csak ennyi, hogy ez gyakorlatilag egy BZ meg egy pótkocsi fél el rá. De úgy általában elég, meg oda ritkán szokott vonat menni, főleg mostanában, hogy már itt vannak a keresztek. Neked ami még érdekesség volt, hogy a túloldalt lévő váltó a sokáig ki volt szögelve egyenesben, nem lehetett használni. Még 10 évvel ezelőtt, amikor itt jártam, talán még azt a videót valahol is tudom kapott és meg tudom veletek mutatni, hogy akkor még úgy működött itt a kereszt, hogyha szükség volt rá, hogy megérkezett a vonat Békéscsaba felől, itt arra váltót állítottak neki, ugye kézzel, az forgalmi szolgálattevő, bejött ide a térővágányba, és még miután Gyula felől bejött a másik vonat, megvárta, és kihaladt Csaba fele, akkor ez a vonat visszatolatott, mert nyilván bejött ez a vonat, egyenesbe eltották a váltót megint, kiment Csaba fele, aztán megint kitérve állították a váltót, itt lévő vonat az visszatolatott a nyílt vonalra, egyenesbe a váltót, és úgy tudott tovább menni. És aztán később, hogy újra üzembe helyezték a váltót, és helyszíni állítású lett. Ja, és egyébként a kulcsos Bizbert helyett most már dominó van, felváltva a kettő működik együtt, vegyesen, tehát de van nyilván lesz elektronikus is, mert az előkészületeket már megtették, hogy az is lehessen. Meglátjuk, hát gyakorlatilag látjátok, hogy milyen hosszú a kitérővágány. Ez nyilván azért van, mert ez hadi kitérőnek épült akkoriban, hogy a katonavonatok itt elférnek. Azért csináltak ilyen hosszú vonatot. Hát ebbe egy... Hát egy mostani szombosabb tehervonat is simán beleférne. Mert most javíthatok majd ki a tévedek, de úgy tudom, hogy a tehervonat maximális hosszúsága az 750 méter lehet. Legalábbis, mintha valahol ezt olvastam volna. Aztán majd meglátjuk, hát most, hogy... Egyenlőre itt akkor a peron mentén elsétálok a világenk. Egyébként ott a háttérben már a 44-es útnak a felüljárója látszik.
ott majd, hogyha látjátok azt a videót, amit János Zugnál csináltam, na hát az ott készült a felüljáró után. És akkor majd jelentkezek ismét, hogyha sikerült elsétálni a kitérőig. Na és akkor lássátok feleim, már közeledünk a végéhez, ott a háttérben már látszik a kitérővágánynak a vége. És az is látszik, hogy azért egy-két talfát azért cseréltek rajta azóta is, tehát az LM20-as betonai, ezt tavaly építették be, 2017-esek. A talfa pedig, hát most hiába nézem a talfaszeket, nem látok rajtuk, de az egy 79-es. Hát ez majdnem egy 40 éves talfa, amin sétálok. Hát látjátok, ott van a vége, hát egyébként helyszíni állítású a váltó, tehát valószínűleg ott is van egy váltókezelő, úgyhogy kamerázni is már csak úgy fogok, hogy ne legyen rajta, hogyha nem járul hozzá, de itt egyébként volt egy régi váltókezelő épület is, aztán azt úgy tudom, hogy nem tudták végül helyrehozni, majd a mosárbuda volt, hanem kiraktak mellé egy konténert, meg egy potyantós budit. Ez volt kb. 10 éve, amikor erre jártam, akkor ezek még nem működtek, csak majd elkezdték őket kitenni. De még nem üzemelték be akkor a szolgálati helyet. Majd mondom, igyekszem majd ezeket a régi képeket előkaparni. Na akkor mindjárt haladunk, akkor mindjárt ott is vagyunk. És akkor megérkeztünk ide a kitérő végéig. Ott látszik a háttérben a konténerőrhely. Valószínűleg dolg. Igen, szolgálat is van benne. Mellette meg lesz az épület, azt majd még megnézzük, hogyha kicsit közelebb tudok menni. Ez egy hagyomány térvilágító szobda, ami az érdekesség, hogy itt le van veszett vezeték, és itt van a kapcsoló, tehát szerintem ezt innen helyből lehet kapcsolgatni, és ezt valószínűleg csak a váltó miatt tették ide, mert ott a villanyvezeték a háttérben, és a leágazás az onnan van. Itt a pálya mellett ez egy sima telefonvezeték, tehát ez a régi távhírópóznák helyére szerelték fel, de ez egy hagyományos telefonvezeték. Itt vagyunk a régi váltókezelő ölhelyi épületében. Már amennyire lehet, de szerintem mindjárt jönni fog egy vonat, azt megvárjuk, és majd utána. És ez pedig a régi konténer, tehát ezt nem sikerült végül mégsem rendbe hozni, nem volt olyan állapotban, ezért inkább egy konténerről helyet raktak ki. Azt mondja, hogy itt vagyunk. És akkor ez a hagyományos ölhelyi épület. Itt volt valószínűleg a WC régebben. Egyébként ez is kb. 10 éve, amikor újra üzembejezték ezt a szolgálat helyet, akkor épült ez a WC is ide. És akkor megnézzük a túloldalát is. Utcafront. Ott van egy vaslétha, ott föl lehetne menni elvileg a tetőre is. De elég lozogának tűnik, úgyhogy ezt nem kockáztatom meg. Azért egy fényképet csinálunk róla, biztos, ami biztos. És akkor ezt nézzétek meg. Itt ez a másik a konténer. És mindjárt megnézzük ezt az épületet belülről. Igen. Valószínűleg itt volt régen a váltókezelőpult. Ez pedig simán csak egy biztosítás, de egyébként ott a kályhának a helye. Itt volt valószínűleg egy szeres kályha, ott a kályha cső helye. És az egyébként látszik egy már viszont ők a fénycsövek még azt se kizárt, hogy működnek. És tudjátok, itt volt a telefon, ez ilyen régi telefoncsatlakozó. Még a Kulbis telefonnak a csatlakozója. És itt van maga egy konnektor. Hát egyébként meg ez már ilyen. Nézzétek már. Ja, igen, leltári száma is van neki. Úgyhogy lassan sietünk akkor az állószöveget fölvenni, de mindjárt lemerül az aksim. Aztán majd akkor lehet, hogy telefonnal fogom folytatni, vagy telefonnal veszem fel a végét. Na, itt volt a budi régen, ott a régi potyantós budi. Na oda most nem megyünk be, mert valószínűleg nem véletlenül építettek egy másikat mellé. Tehát lehet, hogy ez már bőrüléses. Na, megyünk, ezt hagyjuk. És akkor itt van maga az új ölhely, ez jelenleg is aktív. És ezt egy váltót az innen a helyszínen irányítják, amikor itt kereszt van. Na és hát akkor menjünk vissza. Gyakorlatilag itt látszik itt a kitérővágány, mondom, legalább 800 méter hosszú. De mindjárt megnézem, hogy melyik szervénykőnél van, aztán majd kimérjük.
Melyiket ez maga ennyi, ez csak itt egy őrhely, helyszíni állítású váltóval, ez az egy. Ez volt az a váltó, ami régen ki volt szagálva, és csak egyenesben nem lehetett kitérőbe állítani. De most látszik, hogy használják is. És valószínűleg mindjárt vonat fog jönni. Jó, egyébként ott a két csengő, az épületnek az oldalán az a pályacsengő, tehát az arra való, hogyha jön valami értesítés, akkor azt akkor is meghallja a szolgálatteljesítő, hogyha éppen nincs az épületben. Mert mondjuk vonatot menesz, vagy dolga van idekint. De hamarosan jönni fog akkor a vonat is. Mindjárt átmegyünk a kitérővágányra. Miatt, és akkor mindjárt lemerül az aksém, úgyhogy lehet, hogy az elkezdő szöveget is itt mindjárt fel fogom venni. És elment a következő interpici, és sajnos mostanában nem lesz bicelén keresztül, úgyhogy arról lecsúsztunk. De akkor ez a bicelét bemutató videó az akkor szerintem egy véget is ért. Sajnos a forgalmi irodában nem filmezhettünk, meg a váltókezelő őrhelyen sem. Ez volt a dolgozó kérésem, lehet rendet tenni, mert tiszteletben tartjuk, úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, csak is egy gyorsan elmondom, mert mindjárt lemerül az aksim, úgyhogy nézzétek el, ez most egy kicsit gyorsabb befejező szöveg lesz, úgyhogy akkor az ennyi is lett volna, sziasztok! Na még ameddig az aksi engedi, gyorsan az utcafrontját bicelének megmutatom. Így néz ki az állomás épület újbont az utcafrontról. És nézzük meg, ezek a régi távíró vezetékek is megvannak. Ez még a régi kurbis telefonhoz tartozott. Semmi. És van egy TV antenna is. Semmi. Itt viszont szolgálati lakás nem volt. És egy nyújtórendszerű vizes blokk az itt is van. És az, ja, igen, ja, az lehet, hogy nem is telefon, ez villanyvezeték, lehet, hogy mégis villanyvezeték, mert onnan a transformátortól jön, akkor valószínűleg villanyvezeték, mégiscsak. Pedig ez ilyen távíró telefonvezetéknek nézett ki, na mindegy. És ott pedig már az új Bizbernek az épülete. És pedig akkor megyünk vissza a kocsihoz. Na, esetleg még ezt a régi elhagyott épületet megnézhetjük, amit benőtt a csalán. Csíp is. Hát, túl sok nem látszik belőle. Ennyi. És mindjárt összeomlás határán is van, nézzük itt a téglák is, hogy kiállnak belőle. Ezt meg arra tippeltem, hogy ez egy disznó lehetett korábban. De lehet, hogy csak áruraktál, vagy nem tudom, nézzünk csak idebe. Hát nem tudom. Ide most nem mászok be.